Még a világ sajtó Will Smith és Chris Rock közötti óriási balhétó volt hangos az Oscar gálán, addig megfordult a virág. Egy új elmélet rátott napvirágot, miszerint az ősrobbanásnál egy velünk párhuzamos világ is lehet, amelyben visszafelé halad az idő. Erről a Sliders jutott eszembe, abba is csúsztak olyan világba, amelyben visszafele haladt az idő, és onnan tudjuk, melyik az eredeti idő. Mi van, hogyha mi haladunk visszafele? Ebben nem gondolt bele senki. A Slidersben is az volt, hogy a végén jöttek rá, hogy visszafele haladnak, és mi van, hogyha az okozat volt erőbb, és nem az ok? Ebbe kéne belegondolni. Az biztos, hogyha létezik egy párhuzamos világ, amelyben visszafele halad az idő, akkor ők nekik az a természet, hogy az okozat van előbb, nem az ok. Visszafele járó idővel a filmek nem nagyon foglalkoznak, esetleg visszafele öregedéssel, mint a Benjamin Buttonben, ahol láthattuk, hogy öreg mókusból lesz pelenkás a végén. Ó, bocs, lelőttem a poént. Igazából csak arra akarok kiukadni, hogy az, hogy mi természetes, mi nem, az végül is az emberek maguk határozzák meg. Ezek után a visszafele öregedés nem is olyan furcsa. Szerintetek létezik olyan világ, ahol visszafele folyik az idő? Írjátok meg kommentben, és ne felejtsetek el feliratkozni, na csak!